Apu, fogjunk békát! A két pirosra sült gyerek beviharzott. Majd ha anyátok bekent benneteket, mert éjszakára úgy látom lesz haddelhadd, nagyon leégtetek. Marika már otthon felkészült erre a lehetőségre. Hozott magával napozás utáni krémet, s bőrnyugtató kenőcsöt. Júj, anyu, ne nyúj hozzám! Már most is nagyon érzékenyek voltak, a simogatás is kínszenvedés volt számukra. Na, nem sokat alszunk ma éjjel, azt már látom. Menjetek inkább póló nélkül, úgyis tüzel a testetek. Bringába mentek a kanális partra, ahol valóságos béka invázió volt. A hangzavartól egymás hangját is alig hallották. Hamar megtelt a dósztos üveg. Józsi addig a halőrrel beszélgetett. A vízen egy horgászladik húzott V alakú fodrokat, intett a halőrnek, és hangtalanul ellapátolt a vitorlás kikötő felé. A békák egy csapásra elhallgattak, majd amikor már eltávolodott, ismét rázendítettek. Hazafelé már egyre nyűgösebbek voltak, jól esett a borzongatóan hűvösödő esti levegő, de a testük szemmel láthatóan forró volt. És mire hazaértek, már szinte lángolt. Legalábbis ők úgy érezték. Anyu, anyu, nagyon fáj! A hűsítő kenőcsökön túl a hideg borogatást is bevetették, mint hiába. A fiúk csak ücsörögtek reszketve a teraszon, a nedves lebedőt sem tűrték magukon, a poklok kínját állták ki. A szomszédot is felverték, aki előkereste regiszteréből a helyi orvos számát is feltárcsázta. Több mint egy órát vártak, mire megérkezett. Addig a két gyerek versenyt. Csak a lázcsillapítók, az orvos által felkent ismeretlenszer és a nyugtató inekciók után nyugodott el a ház. A két fiú egész éjjel hüppögött és felfelnyögött. Marika ott ült az ágyuk mellett, a kezüket fogta, míg ő maga is elaludt.